Évtizedes hagyomány, hogy a PMFC család kapusainak évzárót tartanak. Az idei esemény díszvendége az egykor szintén Pécset pallérozódó Dibusz Dénes válogatott labdarúgó, a Ferencváros kapusa volt, aki az évzáró előtt bejárta a november 4-én a Pécsi labdarúgás napján átadott idősebb Dárdai Pál labdarúgó utánpótlás edzőközpontot. Dibusz Dénes első szóra elfogadta a meghívást és ellátogatott nevelő egyesületéhez. A fiatalok számára az mindig egy plusz motivációt jelenthet, hogyha láthatják a felnőtt játékosokat is edzés közben, elleshetnek tőlük dolgokat. Én is emlékszek, hogy nagyon örültem akkor, amikor 10 évesként egyszer-egyszer úgy hozta az élet, hogy mondjuk a felnőtt csapat mondjuk az időjárási körülmények miatt itt edzett Kovácstelepen, és ez egy nagyon jó élmény volt mindig őket testközelből látni, úgyhogy én bízom benne, ez a mostani fiatal generációnak is hasonlóan nagy élmény. Az évzáróra Sólyom Csaba kapusedző koordinátor hívta meg Dibusz Dénest, hogy motiválja a fiatalokat. Sokkal komplexebb lett a játékunk. A legfontosabb része az, azt gondolom, az, hogy mentálisan kiegyensúlyozott legyen valaki, és jó döntéseket tudjon hozni. Gyakorlatilag nálunk ugye pillanatok alatt kell meghozni a helyes döntést, és a választási lehetőségek közül a legjobbat kiválasztani. Az évzáron ezúttal nem csak a fiatal sportolók, de még Dibusz Dénes sem távozott üres kézzel. A Fradi és a magyar válogatott kapusa egykori pécsi mezét kapta ajándékba a klubtól.